hétfőn megcsapatjuk. Na, hello, hello, sziasztok! Szia, Hello, Tibi! sziasztok! Na, hát a mai részben, mint a cím is mutatja, hát eladjuk a zöldségeket, ami kis kertünkbe termeltünk. Van egy kis, hopp, egy kis podcast. Van egy kis karfiolunk, egy kis hagymánk, van szőlőnk, van eper, alma, na tele van a rekesz, itt található uborka, saláta, és végül paradicsom. Hát a uborka meg a paradicsom az, ami nagyon gyérül termelődik. De hát majd idővel lesz az több is. Akkor szerintem én ideállok a kis fenddel. Jó. Azt akkor felpakolgatunk rá mindent. Hello, szia Tibi a cseten. Nem tudom, a kapuhoz tudsz állni, vagy... Hát szerintem a kapuhoz tudok állni. Vagy hát a toldalt is meg tudok állni, most kidobáljuk a kapunk kívülre. Úgy is jó, hogyha ide a kerítéshez állsz, és akkor én adogatom, te meg... Így tudok így ide állni. Hogy menjek, kezdjük a másik részen? Nem, hát vagy kezdhetjük ezzel. Szőlőt is elvisszük, vagy... Azt még nem. Szerintem elvihetünk mindent. Almát is. Még arra leszek kíváncsi, hogy ezt nem tudjuk lekötni. Reméljük nem fognak lezúgni róla a cuccok. Hát elfele vagy innen oda. Nem mondjuk ezt a keveset át tudjuk vinni, igaz? Hát el persze. Ó, szia pasó, szia, köszönöm szépen. Már a 6. hónapi feliratkozás. Köszönöm. Lehet, hogy ár kéne majd inkább állnom erre az oldalra. Akkor nem kéne végig menni. Figyelj csak, Tibi, akkor átállok, jó? Jó, gyere. Azt akkor nem kell majd itten átcűgölni. Ahol nincsen semmi különös, jövünk, aztán a sok mindent megpróbáljuk elpasszolni. Hoppá. Ó, de szépen pakoltunk. Várjál, meg közben ott beesett valami a... Az almába. Az almába, nem baját, akkor hogy hívják? Hátraért tudjuk súvasztani, főleg ha nem akad össze. Szia Tamás, köszönöm szépen! Na, kevés volt az eső. Hát, erre igen, Durántúron, Pécsnél, vagy hol volt tegnap az, hogy hatalmas nagy áradás.
nálunk is kell soha nem. És volt annyi eső, hogy csak csónakkal lehet ezeket menni. Van baj, nincs annyira nagy baj. Köszönöm szépen a... Köszönöm a 100 bitet. Hát lehet, hogy kettőt kéne fordulni, vagy majd látjuk. Szinte biztos. Ugye nem lehet lekötni, úgyhogy valószínűleg ezek mozogni fognak. Állj meg, Tibi. Nagyon komoly. Igaz, Pásó. Kimegyek, aztán megnézem, szerintem most lehet, hogy egyenlőre Szerintem ennyi elég leesett a lesz. túloldal. Én is azon, hogy hívjálkolok. Ó, itt van a másik oldalon mindegyik. Hát, ha ezzel el tudsz menni. Hát óvatosan. Jó. Egyet már elhagytam. A salátait nem elfogadott. Jöjj. Sajnos nem lehet lekötni, igen. Ez az egyetlen egy gondja van a kis platósnak. Amúgy teljesen jó lenne itt a szárításra. Meg van pakolva. Falusi volt, ugye? Igen. Számba van. Szerintem 9 tonna. Hát mire leérek addig, szerintem. Vagy lepakolunk oda mindent az ajtóba. Nincs a bejelentkezik, azt a hát figyelj, lehozom a másik kört, azt addig úgyis ki fog nyitni. Oda megyek, azt lebillentem. Na mikor nyit? 9-kor. Hát, azt levisszük a következő fogalat is. Hát nem egy korán kellős. Ugye nem hajnali volt. Hát nem. Hát de szerintem ne pakoljunk kétszer, eltekerem 9-ig aztán. Akkor jó, teked. Meghallgatjuk a hölgyikét, hogy szervusz, mit akarsz? Azt mondja, willkommen.
Micsoda elektromos reluxa, minden. Hallo, willkommen im Dorfladen. Hallo. Hallo, willkommen im Dorfladen. Szia, Tibi. Hallo, willkommen im Dorfladen. Meg igaz, beszéltük még azt, hogy hátul is meg kéne próbálni majd a rekeszt. Régen tényleg. Akkor a nagy rekeszt elhozom. Szervusz! Szervusz! Na és elvette az almát. A ládát meg megtart. Megmaradt. Az jó. Odaállják a fendel, hát ha elvesz minden. Álljál, igen. Még addig megpróbálom ezt bezsúfolni. Benn maradt a család. Tudom, azért próbálnám majd úgy beállni, hogy hát, hogyha... Hallo, willkommen im Dorfladen. Ez nem kell neki. Akkor csak az almát veszi át. Akkor igen, akkor valószínűleg. Túltermelés van. Hát igen. Van egy kis túltermelés, de hát most már most át fogjuk állítani, hogy átállítottuk már értékesítésre. Tehát, hogy mert olyan nehezen akar itt átvenni. Tehát, amit telep is beszéltünk Pasóval, hogy hát itt egy kicsit ilyen bug van, hogy nem mindig akarja rögtön azonnal átvenni. Hello, willkommen. Hello, willkommen. Hello, willkommen. Szőlőt is csak úgy veszi át, hogy elforgatjuk a rekeszt. Vagy hát a kaspót. Hát meg szinte mindent is. Hallo, willkommen im Dorfladen. Megakasztottad a forgalmat a ládában. Ugye? Igen. Belelagolnak a korlátba. Na, akkor menjünk a következő adagért. Nyakával. Jaja, nyakával viszi be. Még lehet, hogy a reggeli ébredés miatt. Ja, igen, Pasó, ja. Deep. Időközben még azért a termelés mellett lettek kiskocsáink. Ezt még nem is újságoltam. 19 darab, ha jól emlékszem. Annyi kelt ki.
Gyorsan meg is nézzük a kacsákat, míg el nem felejtem. Hát itt is van. Itt is van az egyik kis kacsa. Úgyhogy azért a baromfi udvar növekszik. Amilyen jól el van ott fent a tartálynak a csak. És akkor szereztünk egy ilyen tojás összesítőt, hogy ne gyűjjön, hogy ne teljen meg olyan gyorsan itt a raklap, mert itt 8 darab ilyen kis raklapot, ilyen tojástartót tudott eltárolni. Ez túl gyors volt. Gyorsan megtelt, tehát éjszaka pakolgatni kellett. Az valamiért ott nem igazán volt jó. Na, hol a másik? Meg kettő kicsinek kéne lenni. Na mindegy, a másik kicsit azt nem találom. A néma kacsa azért kedvenced a fehér. De amúgy tényleg jó, mert szépen meg van csinálva. Ha rohanok, Máté, mi rohanok? Na, csak én buktam. Ez nem Horace Bajusz, ez a tanyasi feeling. Igen, tanyasi feeling. Kertész, nadrág és kackiás Bajusz. Ja, helyetek magyar. Azt elviszem a helyére, berakjuk oda az alm. Lehet, hogy ez nem sok kell lenni. Mert elméletileg azt beszéltük, hogy átváltjuk, hogy értékesítésre. Mindjárt meg is nézem. Igen, az az alma már értékesítésen van. Jó, akkor most már mindegyik át van állítva értékesítésre. Ja, hogy már itt van kint minden. Van, hogy ne volna csirke szar. Majd mindjárt kilapátoljuk azt is, mert lapátolni kell a talicskába. A virágra mindig azt hiszem, hogy valami rekesz. Ma meg is budjantottad? Hogy itt vannak a többi. Jó. Átadok a másikhoz. Van, úgyhogy van mindegyiknél. Képzeld el, hogy tehát a lovaknál is van. Lovaknál is megvan ez a feeling. A többinél is. Hát bőzöm a zsál, hát ő vérbeli farmer most. Azaz. Direkt úgy öltözött. Alkalomhoz illően.
Kíváncsi vagyok, ez így elmegye. Hát így jónak tűnik. Jó, szerintem is igen. Na, akkor újra úton. Én addig beszélgetek az eladóimmal. Jó. Nézd meg a képeslapokat. Jó. Megyek én is, megnézzük. Mert ugyanis találtunk egy kis apró kis szösszeletet itt a boltba. Úgyhogy hát az muszáj lesz megmutatni, mint a többieknek. Hát így már viszont akkor Porezba jussz. Így meg Porezba jussz, így van. Tehát ez a 80-as évek feeling. Hát, majdnem. Majdnem beletapráltál, Pasó, majdnem. Szamatta fogsz, igen. Hát. Várjál, Tamás, várj egy picit, most jön a lényeg, el ne menekülj, el ne menekülj. Egy perc, egy másodperc is mutatom. Hello, willkommen. Hoppá. Na, mit szóltok? Jó, Dobbeti, ezt majd intézem. Hallo, willkommen im Dorfladen. Sexy csokoládé, azaz. Hallo, willkommen im Dorfladen. Hallo, willkommen im Dorfladen. Hallo, willkommen. Hallo, willkommen. Hallo, willkommen. Hallo, willkommen im Dorfladen. Az első krumplit azt átvettem a messziről. Többit nem akarja. Ott vette át. Ja. És azt is forgatni kell. És itt van minibe. Képes lapok. Ezek hűtőmágnesek szerint. Ja, bocsánat. Hűtőmágnesek. Egy szódát.
Willkommen im Dorfladen. Ja, sajnos nem. Hallo, willkommen im Dorfladen. Na, nem működnek ezek a dolgok. Nem működnek szép még. Húsok is vannak bent egész. Igen, itt vannak itt a húsok. Jó. Szuper jó. Tehát valószínűleg, amit beszéltünk is tegnap, hogy azért lesz még itten húsüzemrész is megcsinálva. Hát, a sajt az megvan, nem azt nem. Már csak el kéne kezdeni, hogyha lennének bocik, meg kecskék. Akkor alma az van, hagyma van, akkor a bor, egy palackozott bor, tehát az is úgy van, hogy meg kellene vennünk fent a telepet, és elméletileg akkor a bor üzem is a miénk lenne. Van tojás, és akkor a többi meg itt van, tehát itt azért elég sok minden hiányzik még. Itt azért van még ilyen Fanta, ilyen kokakólás cucc, meg sörök, meg itt vannak az ilyen különböző tej, szőlőlé, az eper, itt is még itt a sajt, meg itt ilyen chips, meg különböző nasik. Majd kiderül idővel, hogy majd folyamatosan ugyanúgy fog frissülni, mint a Nord. Úgyhogy lesz még itten bőven mit hozzárakni. Fidezén! A Sörgyára igazából nem emlékszek a 19-be, viszont a pékség, ami még hiányzik, az biztos, hogy volt. A húsüzem szintén volt. Teljes átdolgozást kap a 19-hez képest igazából most ez a térkép. Sok-sok dolog hasonló, meg majdnem ugyanaz az elv, de mégis egy kis változás, vagy változatosság van, tehát nem ugyanaz az unalmas, vagy nem unalmas, csak nem ugyanaz a mapot akarta megcsinálni a készítője, hanem egy kicsit változtatott rajta. Akkor megyek, megmutatom a lapátulást. Persze, most van nézőket. Legjobb munka a mapon. Hát az egyik, igen. Tehát azért ez egy kicsit úgy tényleg közelebb hozza az embert a magához a... Igen, részhez. Na ott van a bála előtti rész, és lapátolja. Igen, azért ezt pont tegnap beszéltük, hogy vannak dolgok, amikhez ért, vannak, amihez nem. Ja, és megint az évjátéka lett. Mivel, hogy egyeduralkodó. Thank you.
Itt van a kis kacsa a levegőbe. Na, már tud repülni. Hát nem, szerintem ott valamiért van. Vagos maradt. Így közelre meg is tudjuk nézni, ha már itt fent ragadt. Na, Tamás, itthon is vagy, lemaradtál lényegről. Igazából, tehát maga az animáció a kacsáknak is nagyon jól meg van csinálva. Ott a másik kicsi, az is itt szégyeleg. És akkor itt van, hogy kiskacsából van 19. Ja, meglovagolta a tyúkot. Na, itt a kacsa. Tehát nagyon jól meg van csinálva igazából. Tehát ez simán lenyúlhatta volna a Giants, hogyha akarta volna. Simán. Ugyanúgy a kisbocit is, minden egyebet. Felmásztak a tartályra. Ja, értelek. Hát nem alapátolás volt a lényeg, akkor mindjárt kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá. Hello. Willkommen im Dorf. Willkommen. Hallo, willkommen im Dorfladen. Mi van a Kubu DLC, az jobb? Abba van a pénz. Ó, oh, hát hogy ne. Hát lehet, hogy mivel nem tudom, ez nincs magában, ez a térkép nem is volt, és jogilag lehet, hogy azt így nem vehetik el a gazdáját volt. Hát mondjuk ez igaz. Mert nem modhabos. Na de... Ugye csak a modhabosoknál mondanak le a modderek a minden jogukról. Na de most figyelj már. Meddig tart, hogy hívják? Hát, meddig tart? Letölti a Giants, és akkor hogy hívják? Hol? Azért földobhattak. Egy kis kicsit színezett volna rajta, és akkor másképp csinálja meg, hát Istenem. Azt mondták volna, oké, kap 100 eurót, szia. Az igen, a szellő azért kéri a vizet. És akkor reklámot szokták volna, új állatok. Új hát, eszközök. Igen. Tehát most az ott van. Aha, még kéri a szőlő a vizet. Hova raktuk le? Itt nem raktuk le, vagy raktuk le? Nem raktuk. Hát valahova. A szőlő körülményére lehet. Hát itt akkor a kettő közé lerakok egyet, jó? Jó. Még ha sikerülne, mert átfedésben van. Egy kis kerti csapos sztorit találtunk. És így ezt majd itt fogjuk használni, mert legalább meg lehet tölteni ezt a tartályt, úgyhogy igazából ez lesz itt a fő. Muszáj. Ja, hogy a Kubatovnak a többi része. Figyelj, én néztem, igazából olyan dolgot nem tud nyújtani. Mondjuk, mint
mint egy Class DLC, például. Tehát ahhoz képest fingutca két szem annyi pénzért. Itt még van egy kis bug benne. Na, elméletileg akkor fel van töltve minden vízzel. Na, hát akkor a kiskert az termel újra. Még azért átnézem, hogy hát a műtrágya részét megnézem, hogy az még nem vészes. Jó, akkor ezt hogy termeljen. Akkor viszont bérmunka mehet? Igen, igen. Én még a hatosunkat leszórom, mert ez csak egyszer volt rágyázva. Bármi, a trakimat keresem, hogy hova francba álltam vele, de szerintem elő vagyok. Az egyik garázsban. Ah, meg is van. Na itt van a kis mothabos traki. Pasó, itt nem tudom, itt vagy-e. Tehát itt a váltó az utcára, ahogy van. Mert most simán megy, felvált szépen. Egyébként meg terhelés alatt lefullad az egész. Elkapar minden egyéb. Ezt a részt, ez ahogy kell, ezt úgy elszarták. 8 és 14. Ugyanazt kell, mint amit tegnap volt. Amit gyomláltunk, ugyanazt kell most. Gyomláltunk, így van, azt kell most szó. De most valamiért nem villog. Nekem sem. Na, majd mindjárt meglátjuk. A hetest megcsináltam átlag. Úgyhogy nyugodtan csináltam. Nem vésztárban. Ja, hát nem. Majd mindjárt. Ja, ne ide jöjjek egyel arrább. Yeah.
Igen, az a 9-es, igen. Ja, azért egyen arra. Ja, hát igen. Hát 1%-ot már számolt. Hogy pont ezt a rossz részét csinálta meg Aurélia. Csak azt mondod, hogy az a jó. Hát... lehetséges. Na akkor. Jó, az így halad, haladós lesz. Talajlazítás is. Igen, meg egy szántás. Ma szántást nem láttam. Pedig el is fogadtam. Igen. Ja, de tényleg ott van. Jó. És... szántásnál majd azt jobban észre lehet venni, hogyha döglődik, meg próbálna elkaparni a fendike. Az látod villog, azt most voltam meg. Igen, ezt látom, hogy ez villog. Az is szép kis föld. Igen, igen, azért is fizet lennie. Igen. Nem úgy, mint a gyomlánál. Hát a gyomlálás az igazából lópikulát fizetett. Hát erre a nagy földre, most erre... 1000 valamennyit, vagy 2000? Erre 8000 fogunk... A trágyázás. A trágyázásra kapni, ott meg valami 1000, 1008 környéke volt, vagy 800? Igen. Tehát nagyon gyér fizetés volt. És ahhoz képest ott egy 6 méteressel tudtunk végigmenni. Itt meg azért egy 10... mennyit is szólunk? Egy 18 métert meg szólunk. Pontosan. Most, hogy itt azért másabb egy picit a fizetési morál, mint a gyomlálásnál. Hát az majd nekünk lesz jó, hogyha valami van. Te egy keresztbe nyomod? Igen. Lehet nekünk zsát kínálni. Szásra. Nem, mindegy, telep is úgy csináltuk a gyomlálást is, úgyhogy... nem volt azzal gond. Én is, hogy is elfigyelik.
Na, vagyis 80%-nál tartunk. Itt is akadozik. Tolatásnál is valamiért. Hoppá, akkor ez ennyi volt. Sehova tovább. Sehova tovább. 14. Igen, igen. Hát nem egészen. Hát így gyorsabban halad, mint a kis 6 méteressel. Igen. A gyári, mennyit 48 méter, szóval a legnagyobb, hát most így meg nem mondom neked, de mindjárt megnézem. Nem volt az olyan hatalmas meg. Csak alapból 48 méter szor. Meg is lehet. 42. 42. 42 szor. Hát az is hatalmas. Hát az is, hát most egy fordulás oda vissza, aztán kész is lett volna. Ja, hogy ez a 14-es, nem egy? Az ott, amit tegnap ott olyan különleges volt, és ott kellett, úgy kellett. Ja, igen, igen, tényleg. Megcsinálhatjuk itt. Ja, mert ilyen ellalak, és akkor egyik jön a másikon. Csinálta. Na, igen. Ez is gyorsan megy, mert 35% kész. Hát igen. Pecskén. Alapul. Kár, hogy a kis térkép nem mutatja ilyenkor az adott. Tehát, hogyha hát ezt nem igen. Sikerült megoldani. Soha. Pedig az az azért ez egy jó. Ez nagyon jó lenne. Jó lenne. Akkor most látna az ember. Rányázunk most ezt a kék színt használhatná, amit ugye a
Kanada használ a nagy térképpel. Igen. Mennyi lenne igazából az egész? Tehát lehet nem tudom, talán precíziósnál ott, ott lehet látni, de nem akarok hülyeséget mondani. Nem akarok hazudni, szerintem nagyon régi verzió van a kis térképen is látszik. Mit csinált az ebben? Akkor szántottam, ott látszódik. A csíkok tudod, ahogy bevonalkázik. Hát igen, az úgy látszódik. Hogy ott nem volt nagy térkép, most azon filmztem. Ja, ja, aha, szívesen. Na, hát ez se perc alatt van. Hát ez majdnem, hogy mindjárt kész. És kész is. Szuper. Lesz egy kis ja. Pénzünk. Milyen jó nálunk már együtt. Ja. Hát alapul, vissza kell hozni a kiadásokat. Mit erre tudtuk. Bevásároltam aztán. Befizettük a pénzünk. Bevásároltunk, igen. Ilyen 13-12 ezerig lement. Igen. Van körül. Hoppá. Lassú a fék. Szia Dacapó, szia szia, üdv neked is. Szélső lesz itt az enyém. Vagy ha jól emlékszem. Igen, az a színben azt vesz, hogy jobban. Nézem, hogy hol érdemes menni, hát úton. Nekem könnyebb, én csak megyek itt nálad. Hát igen. És erre fel van a szőlészet is. Majd látni is fogunk szerintem itt a... Közvetlen mellette lesz a fő. Közvetlen mellette, igen.
szép nagy szőlődomb. És akkor meg kell venni itt a szőlészetet. És akkor onnastól kezdve itt a szőlőgyár, meg minden egyéb láthatóvá fog válni. Hatalmas nagy szőlészet. Hatalmas nagy. Hát, ebből lehet majd termelni bőven. Ebből lesz majd bor, meg szőlőlé. Kezd majd mindjárt elkaparni. Hello. Hello. Én fordulok meg. Jó. Én is megfordulok. Na, így kapar elfele. Elkapar az egész gép. Hát még nem találtam, hogy ezt milyen formában hát majd valahogy egyszer rájövünk. Hát, csak visszamegyek. És akkor szerintem ottan hosszába fel le fogok menni, vagy... Itt azért van benne egy ilyen kis csücsök. De sok csücsök. Hát még azt nem tudjuk a capó, hogy mivel fogjuk tartani. Elméletileg palackozva lesz, nem pedig hordóva. De még sajnos nem. Tudtuk kipróbálni. Mert ahhoz, hogy ezt megvegyük ezt a területet, ez valami közel, tehát több mint 1 millió euró. És... Ahhoz még dolgozni kell. Ahhoz még dolgozni kell. 1.043.000. Ide még azért a 40.000-hez képest még azért egy 1 milliót oda kell alsó hangon rántani. De ami késik, nem múlik. Tehát meg lesz az, meg lesz az. Csak most megfogadtuk, és nem letázunk a szilázzal. Nem csinálok el a vásárszínes csapatállapokat. Nehezítsük a saját dolgunkat. Ez lassabban lesz valószínűleg egy kicsit meg. De majd meg lesz. Kicsit állítottam a hangodon, hát hogyha... Na, hol van így? Én valamiért halk vagy, de lehet, hogy nálam van a hiba, az én készülékemben van a hiba. Mindent felhangosítottam, amit szoktam. Akkor meg lehet, hogy nálam van a hiba.
sőt, szerintem valószínűleg nálam is lesz, mert mindjárt rá is a sorok közben. Így indul el a traktor, kapar, mint az őrült. Utána már megy magától. Nem tudom, hogy nem tudnám a Johnny-ét váltást. Figyelj csak, a váltásnál minimális tizedeltérések vannak. Tehát mit tudom én, nálad van a 7 az egyik sebességi fokozatnál, 0,7-nél vált el, nekem 0,647-nél például, most mondtam valamit. Tehát ilyen 8-nyi váltási különbségek vannak. Mert ez is power shift-es. Igen. És ennél én nem veszem észre, de lehet, hogy csak vak vagyok. Annál én sem vettem, mert kipróbáltam én is. Tehát a kíváncsiságból, hogy mégis milyen. De ott tényleg nem látszódott eltérés. És a két traktor súlya? Nem lehet, hogy az esetleg különbség. Az is tudja befolyásolni a kaparást. Azt nem néztem. Őszintén megmondom, azt nem abszolút nem néztem meg ezt a részét. Megnézem. A sebességváltóját néztük meg, akkor a lóerőket néztük meg, meg ott azt a részt, de úgy nagyon nem. Egyébként ezt a 19-ben használtam, és nagyon jó kis gép volt. És most másodikba megy. Az előbb például negyedikbe ment végig. Aha. Hogy valami beragadott, hogy nem váltja vissza, úgymond országútiból terep verzióba. És azért miatt van ez a probléma. Az előbb nekem is a Johnny elakadt, egyet pusztoltam is. Azóta jól látom is. Hello Andris, szia! Köszi szépen! Szia Bandi! Na most másodikban például teljesen jól dolgozik. Másodikban van és ötödikbe. És teljesen jól dolgozik. Akkor gond, hogyha a 4-es power shift van, és akkor kapar, mint Isten. Hát azért itt is olyan, mint a kaparna. De itt legalább van erő hozzá, hogy kaparjon, és egyenletesebben is halad. Már kapar, kis domb, és kapar már rögtön. Igen, Andris az nagyon sokat használta azt dacapó tényleg a alsó ülapon. Hát, ott azt én is nagyon szerettem. Mondjuk annak is külön művészet volt, mire összeraktuk, mert az is hibás volt. Amikor fagytál ki?
Ja, még a múltkor, mikor kifagytál, azt mondod, Andris. Az már... kultizást, azt már régeség befejeztük. Már a traktorra bejöttünk ott a nyára. Már most az ott van. Azóta már szerintem egy napot, vagy kettőt már pörgettünk is. De egyet biztos. Vagy egy hónapot. Igen, mert nem volt megbízás. Biztos, hogy pörgett. Ja, hát, azt már régen felejtettük, Andris. Azóta már elvetettük a búzát, árpát. Lehengereztük, megfágyáztuk. Így van. Azóta meg bérmunkába csinálunk egy-két dolgot. Sőt, most oda voltunk a zöldségesből, elvittük a terményt a boltba, eladtuk. Haladunk, itt haladunk, meg elköltöttük a pénzt, aztán most próbáljuk összekaparni magunkat. Mert visszatérve az előző gondolatmenethez, amit Tibi elkezdett, hogy megbeszéltük, hogy a metaszilázzsal nem foglalkozunk. Mert igazából az alsó lap is, meg a többi is így gyorsan kijátszható, és tényleg nincs értelme. Így akkor a játéknak nem tudod normálisan végigjátszani a pályát. Az alsó illakon egy évadot játszottam igazából. Igen. Tehát egy évet, és az alatt... meg volt az az 1 millió. Hát az ásolódok is egy átmenet állomásnak szántuk, hogy kísérletezzük. Így van, egy-egy ilyen retro pakkal. De igazából ez volt a... már akkor ezt beszéltük, csak akkor még a B-t, tehát nem tudtam letölteni. Tehát ez volt az alap konszensz. Hát vártuk a mezőt, ha vártuk ezt a kettőt. Igen. Igen, valami van is a kismagunk. Na, kevés munkát, holnap meg én fogok dolgozni, holnap meg én nem fogok lenni, úgyhogy majd ütközünk valamikor. Mandi, megy Melózni? Megy Melózni, éppen most írja. Könnyű Melózni. Kitartást. Köszi, csak összeszedni magát a joint. Oké, csak nyugodtan. Visszaterelte a lovakat. Visszaterelte a ménest. Igen.
Gyere, 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 gyere. Gyere csak, megálltam. Benne lesz a kereked. Nem. Most már nem? Most már tud idem. Köszi. Ah, ja, benne a betűn. Jobb első. Így van. Mindig nem akarja az elfogadni, hogy készen vagy. Nem. Rég készen vagyunk. Ja, nem néztük, jól van. Ügyesek vagy. Hát itt el voltunk bombulva. Hát élveztük a szállítást. Így van. Közben nézem, hogy Andus írta, hogy eladhatjuk a messze felhúzon, mert nem jött be neki, mert gyenge. Hát, de ki tudom venni neki oldként, és akkor adok neki erőt, ha neki tetszik. Azt nem tart olyan sokáig. Nem. És erősebesség, aztán csapathatja is. Majd megkérdezi tőle akkor, hogy de szerintem most már nincsen fent, úgyhogy elment. A feljövőt hát feljön, aztán meg kell. Szerintem hát nem, ahogy szoktuk, tudod, hogy bici is lesz a mód, tehát nem az szépen erővel van. És itt a speciális mosónk, slag, minden játszik hozzá, olyan brutális. Igen, nagyon praktikus és életszerű, mert ugye hát tudok eszközöket meg mosni a járni. Hát megfigyelj, egy deszkához van hozzá rakva, meg egy fél oszlop. Szépen oda van csavarozva, deszkázva. Igen. Fel van tekerve a tömlő. És így látszik igazából a slag, hogy nyomatjuk. Tehát ez mondjuk egy retro, ezt most találtuk. Tegnap igaz, akkor raktuk fel. Igen, igen, ezt tegnap. Mikor nem tudom, hogy elvállaltam a másokat, miért most mind a traktort? Na, így van, meg fogod ismerni, melyik a telkéd. És sárga lett, vagy mi lett? Igen, hát zöld sárga. John Deere-es. Oh, wow. Nagyon brutál. Oké. Mindjárt fog Bandinak a gépét elcsaklizom. Már az egyik oda van berakva. Na, örülök neki, ha tetszik. Hát próbáltunk azért olyan dolgokat összeválogatni. Közben én is megmutogatom itt nektek a modokat, hogy tehát ami ez lett most az újfajta gyomlálónk, ez itt van fent itt a engine-nek az oldalán is. Maradt a kombány, azt áthoztuk, akkor egy rencsodrót, egy szénaforgatót, van egy Dodge még bent, amit hoztam, még egy vágóasztalt. Ez az új, vagyis az régi
trailer, az az autóladós. Itt ezek vannak, itt újdonság, itt volt a John Deere-nak, de ez azért hoztuk át, mert ez múlcsol is igazából. És ezt múlcsozóként jobban tudjuk majd hasznosítani. Akár ezek, amik persze gyárilag benne vannak pakkok. Hoztunk egy iszapszórót, akkor a felszerelőt azt áthoztuk ugyanúgy az alsó szegről. Ez egy újabb fajta, de mégis a retrósabb kinézetű vetőgép. És hoztuk a pálházót, hoztuk a hengert, hoztuk a poronát. Ez is benne volt igazából retroprakban, ez a 08P-s. A műtrágyaszórót, illetve a permetezőt, ezt mindenféleképp változtuk. Ó, oh, közbe köszi. Ja, azt hittem, lehet kérni a hátulva. Hátul hagytad a nyitott fészer alatt. Mert a tied a sárga, azt mondtad. Jaj, tudom már, köszönöm szépen, tudom melyik alatt. Jaj, jól elvittem. Ja, csak én álltam a messzi tervezőnek, aki hozzáfér. A színből láttam, hogy ez a tied. És most megyünk a 16-osra. Menjünk oda a bolt mellé. Hú, erre nem tudunk elmenni. Ja, és akkor visszatérve a is van egy kis föld, egy kis terület. Hogy a komposztot a szőlészetben lehet majd csinálni. Ez a füves területünk itt, ez a ez a 13-as, de most egyelőre nem használjuk. Szóval a komposztot lehet majd csinálni a szőlészekbe, és majd a szőlőt komposzttal kell majd szerintem trágyázni. Igen, van egy ilyen csandagyanum. Én ezt itt meghúzom, és akkor itt az a felső részen akkor majd még. Jó. Meg itt elindulok szám irányba, perc módon. Ahogy a nőttől is. Bár érdekes, mert erre felesztünk a föld, de hát még egy szép. Ez a furcsa, igen. Tehát most nem ez a kocka föld, tehát annyiból. Igen, ez ilyen parcformány. Ja. Nem is jó az, hogyha egyfajta minden. Kis változatosság. Hát mindenképp jobb, meg legyobb kihívás, mint a
Így van. Nagyon lassan gyűlnek a csatorna pontjaim. Na, mert? Na, még csak 64 ezer van. 64 ezer? Nekem pont most váltott 80 ezerre. Azért mondom. Sokszor ugye forma egyeztünk, akkor nem tudottam. Hát, akkor azt én sem, hogy hívják, tudtam, mert most ez... az Survivor-os lett volna. Igen. Igazi kihívás lett volna. Igen. Na, az szép. Ez arra lesz szép kis. Hát igen, igen, szép összegyűjt. Nyomkodni is kéne ezzel közelként, de hát mindig elfelejtem. Hát igen, előfelelően az ilyen. Szegény pasónak meg dinnyesár nem tudtam visszaadni a csatorna pontot, hogy kész lett a Discord szerver. De még igazából nem is találtam meg a megoldását még. Felvált harmadikig. Igen, nekem is. Úgyhogy de majd megtalálom ennek a módját és lehetőségét, úgyhogy majd valahogy vissza fogom nekik adni a pontot. Innestől kezdve már most a, tényleg a Discord szerver az működik és megy.
Nekem tetszik rajta így meg lehet csinálni, hogy a boronán úgy is legyen, tehát plusz súly legyen rajta. Tényleg igen, már legyen retrósá teszi az egészet. Még szállítás közben nem libeg annyira. Egyrészt igen. Nem is sokat jelent. Ki van egyensúlyozva az egész. Na, nagyon elcsendesedett a chat. Hát most nem mondtunk semmi érdekeset szerintem. És azért. Hát most nem is megy olyan érdekes dolog, hanem ezzel mindjárt végzünk is. Nem tudom, utána lesz-e valami még valami plusz munka, lehetőség. Hát majd meglátjuk, lehet, hogy tekernünk kell időt. Lehetséges, igen, akkor tekerés lesz belőle. És marad a fél sor. Hát a szokásos fél sor. Na, Tamás, a 22-t? ...98% eddig. Készen van. Hű! Sztori. Nagyon a... Na, akkor mik vannak? Semmi. Nézegeted, én megtekerem az időt. Hát, egyelőre semmi. Lehet, hogy novemberre át kell tekernem. Még eddig semmi. Semmi? Semmi. Várj egy picit. Nálunk a föld nem gyomosodik, nincsen semmi, hogy hívják. Nézzük meg. Nem, oké. Menjen reggelig? Menjen reggelig. Na, úgyhogy azt mondom, talán csak a simát vedd meg. Nem kell season mode hozzá, és a season pass hozzá. Teljesen felesleges. Nem, szerintem a space kidobás, ne vedd meg a season pass, csak simán a... Van egy kukorica betakarítás, a 4-esen. De, de nincs hozzá... Nincs hozzá fejlődés. Aha. Na, lett 55 ezerünk. Nem is tudom most, hogy hívják, mennyit adott.
Na, mindjárt várok, azt megnézem. Azt mondi, hogy bevétel. Értékesített termék az 6800 volt. Meg 5004 volt eddig. Betakarításból származó bevétel 185 euró. Szerintem amit nem adott most a... Nem, hát ez az Örgetéssel. értékesített termékek. Igen, igen, az a, arra akkor. Meg Amit itt. ugye értékesítésre állítottunk. Jaja, csak azt szabad megvenni, Tamás. A többi az részletkérdés. Hát a PC-st vesz, akkor a modok is helyettesítik a Hát igen, PLC-t. Nem, persze. PC, vagy Xbox, vagy PS. Úgy Valert kérdeztem egyébként. Most nem emlékszek rá. PC is. Megnézem a Baromfi udvart. Kiskocsa megvan. Ó, te. Mi történt? Hát, hozni kell majd takarmányt, zsákosat. Fent, de mindjárt hozok. Beletöltjük vízzel itt a dolgot, meg majd mindjárt kialmozzunk innen a állatok alól. Na, értem. Hát, hogyha azon jobb konzolon, akkor persze egyértelmű azok a játékok. De ez tényleg így jó PC-n, én szerintem is, mert itt több a modulási lehetőség, modberakás, nem kell itt csak a modhubos sztorikra gondolni. Gyorsan elrohanunk, aztán kivett. Búzát vegyek a tyúkoknak? Figyelj, van ez a Big Bag-es takarmány hozó, vagy kettő olyat. Szerintem egy Szárnyas takarmány? Igen. Meg hozom ide a... Kivirgítem a taligából a trutyit. Lehet tömöríteni a trutyit.
Hallod? Rálépek, vagy rámegyek, vagy keresztül megyek rajta, és akkor tömörödik. Van itt még mész is a boltnál, azt is elviszem, jó? Mész, aha, jó, szuper. Jaj. Nem lesz Szép. jó, mivel beleönti. Beleönti. És ez meg csak kijönteni tudja utána. Hát akkor... Na majd kitalálunk rá valamit. Majd látom, hogy valahogy elhozzuk. Biciklivel akkor. Hogy ott a kis utánfutó. Tényleg az a lehet, lehet még, amikor az igaz, hogy jó szákhoz való, de... Ki tudja, hogy mennyire. Hát mindegy, ezt akkor beöntöm a silóba. Jó. Na, én meg akkor a tyűk trágyát összeszedtem. Erre nem számítottam, hogy elkezdik kiengedni. A kocsi az már van most már bőven. Na, az a szaporát. Hát úgy néz ki, igen. Tervileg a tyúknak is ugyanolyan szaporának kéne legyen. Na, mindjárt megnézem azt is. Nem. Kacsa az maradt 60. Amennyi volt. Nem tyúkok vannak, még csirke. Még 9 hónaposak. Mondjuk a kacsa is. Hát szaporabb.
ha nálam működne az N betű. A festést nem tudom, hogy hívják volni. A festést nem jön be. Itt vagy, Tibi? Igen, bocsánat, csak pakoltam, koncentráltam. Ja? Festést nem akar bejönni nekem most egy pillanat. Hát nekem tudod, az Ekiénél bejött. Szeretnél festeni? Hát most javítani akartam volna a dolgokat, javítani tudtam, csak újra festeni a kultit. A boronát. Ja. Az Ekiét azt tudtam, tudod, úgy lett sárga. Az M betűvel csináltam. Ugye visszaérek, megpróbálom én is. Tökéletes Big Ben zsákszállító egy. Igen? Mennyit tudsz rajta elhozni? Hát most 3 van rajta. Na. Újra festés. Oké, okay. Most összejött. Most működött. Jó, szuper. Már a traki az nem kopott meg, az oké is, de viszont a... Amúgy meg volt kopva a borona, úgyhogy azt akartam mindenféleképpen javítani. Wow! De jó, szuper! Az utolsó az mész, azt szerintem majd tekszem a izébe. Az első kettő az a táv. Várj, milyen leveszem. Az egyiket berakom az olva, a másikat meg ide a tárolóra felrakjuk, jó? Azt akkor lesz itt neki bőven mit enni. Szuper, most enged. Ahogy ne. Jó, az a kis tároló rész. Alá lehet tolni a talicskát, és akkor azt is meg lehet tölteni például. Igen, igen, tudom. Aztán ezt meg odarakom, ahol szoktuk tölteni az eszközöket, jó? Jó, jó. Képp itt a... körülnézek, hogy mik azok, amik még itten lehetőségek vannak. És akkor itt van a gyomláló, a speciális gyomláló, ami 6 méteres, ilyen horgányzott zöld színű. Most azt nem tudom, itt van fent, ez most mi lenne ez? Ez is slime. Ide felrakom el a polcra. Ja, jó, oké.
Hát ezzel a polccal lehet liftezni is. Csak onnan férek oda. Nagyon komoly. Nos, merre lett? Itt vagy. Hát nincs csak betakarítás van. Na, 9 perc alatt. Hát azt nem is lehet. Igen, szépen belerakja a tojikat. Ez jó. Igen. Nem is tudom, nem is néztem, hogy mennyi van benne. Hát még 1600. 45 liter. Hát most egy pár óra hossza lefergése alatt, hogyha pörgetünk, akkor ide 8 darab kis tojásos ládát rak le. Igen, igen. És megtelik, és onnastól kezdve nem termel. Nagyon gyorsan megy, tehát ez meg tök szépen gyűjtődött. Csak azt nem értem, hogy például a boltba, ott van kétfajta doboz is. Hogy miért igen. Nem az, és nem is tudom, hogy hol láttam valakinél a bétába például, azzal ilyen dobozba termelt. Hogy nem lehet esetleg itt állítani valamit. Hát nem igazán. Hát meg, hogy nem lehet állítani, hogy eladásra menjen. Ja, hát az igen, az is, hogy hívják, lehetne. Jól jöhetne. Hát még a tojás az. Hát, hogy néztem, minden van nekik. Elrendezted őket? Van, megmondom ki, kiszedtem a trágyát alóluk, azt elvittem, két kanyarral lett úgy, hogy az már biztos, ami biztos. Majd a következő... Na, nem férek be. Következő majd az lesz, hogy szerintem a következő live-ban már leszünk annyira előre, ilyen tavasz környéke talán, hogy akkor majd a kis bucikat is megvesszük, és akkor szépen apránként megpróbáljuk elindítani itt a tejtermelést. Utána meg most szépen apránként a sajtot. Most azért... itt szépen óvatosan, lassan haladunk most ezzel, hogy élvezhetőbb legyen mindenki számára. Főleg a mi számunkra. Úgy. Mert azért szeretnék egy kicsit több időt eltölteni. Nem tudom, itt a zöldségekre kell-e valami. Még esetleg... Á, igen, locsolhatom őket. Locsolod őket, akkor én meg hozom a műtrágyát. Jó. És akkor én megtrágyázom. A gyümölcsösnek kellett elég sok víz.
De akkor már a földeket is megbecsolgatom. Jó egy szép estét, Tamás. Köszi szépen, hogy itt Szia, voltál. Tamás. Na, ennyi. Ennyi, és akkor végül is boldogál a kis vizitavunk. És akkor folyamatosan termelődik itt minden. Szőlés majd lesz. Hát meg megy most már eladásra. Így van, meg már most itt lesz az ősz, tehát kíváncsi leszek, hogy majd a telet végig tekerjük a téli hónapokat, hogy abban marad-e a termelés, vagy ez télen is ugyanúgy fog termelni. Na hát... Amúgy érdekes, igen, hogy tovább termés. Igen. De hát meg kiderül, hogy ez folyton érő lesz-e, vagy nem. Köszönöm igen, szépen igen. A játékot. Én is köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. További szép estét. Sziasztok! Sziasztok!